Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Azt gondolom, tudjátok, hogy miért jöttünk ma itt össze. Lukács Györgyre emlékezni. Méghozzá azon okból kifolyólag, hogy a Budapest Főváros Közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 nem ellenében egy tartózkodással úgy döntött, hogy lebontja ezt a szobrot, és felállítják helyébe Szent István szobrát. Mi, budapesti polgárok, a minap bebizonyítottuk az olimpiai elleni aláírásgyűjtés sikeres eredményével, hogy ütőképesek vagyunk, hogy nem törődünk bele a kormány rossz döntéseibe, hanem harcba szállunk. Ezt a 13. kerület meg is próbáltam. Azt szeretnék volna elérni, hogyha már elviszik a parkba a szobrot, legalább vigyék el a kerületi fennhatóság alatt lévő valamelyik közterületre. Bár szerintem itt van igazából neki méltó helye, hiszen a Dunaparti korlátra támaszkodni mondjuk a Tátra utcában egy kicsit már merész dolog lenne. De, mint tudjuk, Tarlós nem adja át a szobrot a kerületnek. Fogalmunk is, milyen tervei vannak vele, talán haza akarja vinni a kertjébe a medencéje mellé, hiszen ez egy remek mű. Itt és most azt szeretnénk demonstrálni, hogy Lukács György bár lehet nem volt tökéletesen jó politikus, de a szobrot nem is politikusi érdemeire kapta, hanem tudományos munkássága elismeréséért, amiben viszont világhírű volt. Mellesleg Lukács és általában a filozófusok elleni hadjáratnak ez csak egy része, emlékezzünk a 2011-es filozófus perre, vagy a jelenleg is folyamatban lévő Lukács egy archívum elleni kormányzati merényekre. Ma itt együtt megidézzük Lukács György szellemét, először Heller Ágnes mesél nekünk róla, utána Kardos Andrásnak az Ésben e héten megjelent cikkét ez ügyben, ő olvassa fel, és utána aki akar, akinek van valami mondani valója Lukáccsal kapcsolatban, látok én itt több Lukács unokát, az megteheti. Most átadom a szót Heller Ágnesnek. Üdvözlet mindenkinek, üdvözlöm a gyerekjelenteket. Welcome, the ambassador of Israel in our circle. I'm sorry, I have to speak Hungarian, magyarul kell beszélnem, és remélem, valaki megmondja neki, elmondja neki, hogy miről van szó. So I hope someone will translate you what I'm going to say. And arra kértek engem, hogy Lukácsról, mint tanárról beszéljek, hiszen 1947-ben érkeztem az egyetemre, akkor jöttem az egyetemre, akkor ismerkedtem meg Lukács Györggyel, akkor mentem először a 6-os előadó terembe, hogy filozófussá váljak, mert ha ő nincs, sose lettem volna filozófus. Tehát erről fogok majd beszélni. De mielőtt erről belefognék, azért röviden megérinteném azt a ügyet, amiért mi most itt vagyunk. A budapesti közgyűlés, mint tudjuk, eldöntötte egy ellenszavazattal és egy tartózkodással, hogy Lukács Györgynek az itt álló szobrát le fogják bontani. Ez a döntés, hogy más ne mondja, olyan abszurd volt, hogyha nem lenne szomorú, akkor nevetséges lenne. Ez a kormány és azok, akik hozzá tartoznak, ideológia okokból építkeznek és pusztítanak. Ott azt a szobrot vitették el, ami nekik nem tetszik, és azt a szobrot állítják fel, ami nekik tetszik. Tehát a szobor állítás és a szobor pusztítás tökéletesen közvetlen ideológiai céljakat szolgálja. Ami annyit jelent, hogy visszaérkeztünk a Kádár korszakba, ezt már megéltük, már Rákosi korszakban is, ezt már egyszer megéltük, déjà vu élményeim vannak, mert nagyon sokszor álltam lerombolt szobrok helyébe, új szobrok felállítását, sokszor tapasztaltam, mert nem is voltam ott, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon csúnyán ismételjük a történelmünket. Lukács Györgyel a kifogás az volt, hogy kommunista volt természetesen, ezen az alapon persze Nagy Imre szobrát is le kéne bontani, József Attila szobrát is, persze lehet, hogy erre majd egy jobbikos
képviselőnek a javaslatára sor is fog kerülni, hogyha nem állunk ellent ennek. Hozzá kell tennem, hogy Lukács György esetében nem csak a kommunizmusa, hanem zsidó volta, és alkalmassá tette arra, hogy hát bűnbakként szolgáljon, és hogy ezen statuálják azt, hogy ők jó magyarok, meg jó jobboldaliak, meg jó konzervatívok, hogy ezt a szobrot eltávolítsák. Miután most elmondtam, erről mások is fognak beszélni, rátérek a tulajdonképpeni kérdésre. Tehát Lukács Györgyöt 1947-ben ismertem meg. Akkor kerültem az egyetemre, fizikus akartam lenni, fizikai órákat hallottam, mikor az akkori boyfriendem azt mondják, későbbi első férjem elvitt Lukács Györgynek egy órájára. Ez az óra, ennek az órának a témája a következő volt, a történetfilozófia, történet, hogy így mondjam, Kanttól Hegelig. Kanttól Hegelig. Azonban beleszerettem, nem Lukácsba, hanem a filozófiába, és magamat is filozófusnak választottam. Attól kezdve ennél maradtam, és ezt csináltam egész életemen keresztül. De ott érek vissza Lukács személyiségére. Én akkor azt nem tudtam, de későbben rájöttem, hogy voltak éppen Lukács György egy 1947-48-as Magyarországa visszavitte a század elő Magyarországát. A század elő Magyarországa kulturálisan Európa centrum, majdnem Európa centruma volt, nyugaton lehetett volna. Zenében, ugye Bartók zenében, a nyugattal, a nyolcszak festészetében, Lukács György filozófiájával, és az ott akkori költészettel, egy Adival, Moriczal, Kosztolányval, mindezekről írt Lukács fiatal korában, mindezekről írt, mindezeket üdvözölte, az európai kultúrának igazán centrumában álltunk. Igazán gondolkoztunk akkor. 1919 után a Horthy korszakban, teoretikusan, filozófiában legalábbis egy sötét korszak következett. Voltak becsületes emberek, Kornis Gyula például becsületes, konzervatív volt, de filozófusok nem voltak, nagyon gyengék voltak, nagyon harmadrendűek voltak, de elveszett mind az a mag, amit Lukács és a többiek a 20. század elején elültettek. Lehetőségem volt, nyúlt arra, hogy ezt lássam, hogy milyen hatást tesz, mondjuk, a filozófia és a művészetek egyik fővárosára, Párizsra, ez a korszak. Láttam egy kiállítást 5 évvel ezelőtt, a kiállítás cím Allegro Barbaro volt, és Bartók és a nyolcak voltak kiállítva. És mindenki észrevette, hogy az múlt század elejének magyar kultúrája, a kultúra csúcsán áll. Akkori franciákat, mostani franciákat hallatlan érdekelte, amit akkor Magyarország produkál. Lukács György ezt hozta vissza nekünk. Visszahozta azt a gondolkodást, ami veszendőbe megy. Visszahozta azt, hogy Kant megint fontos legyen, hogy Hegel megint fontos legyen, hogy egy esztétikai kérdést hogyan lehet voltaképpen mondjuk elemezni. Hogy lehet azon elgondolkozni? Első szemináriuma Kantnak a ítélőadó bíró állata volt, én fordítottam le magyarra, mert ugye németül nem tudott akkor senki se olvasni, hál' Istennek a fordítás nincs már a kezemben, és a második szemben Hegel esztétikája. Előre meg kell mondani önöknek, a bűne Lukácsnak egyik az, hogy marxista volt. Az egyetemen 1947 és 53 között, sőt 56-ig, az esztétikai tanszéken tilos volt Marxot előadni. Vagy a filozófia tanszéken tilos volt Marxot előadni, mert ott egy marximus-leninus tanszék, és az adt elő. Tehát mi kizárólag a klasszikus filozófiát tanultuk Lukács Györgyön. És ő csinálta meg Magyarországon a filozófiai kultúrát. Lukács nélkül nincs budapesti iskola. Budapesti iskola nélkül nincsenek unokák sem. Anélkül Markus Györgyön nem tanította volna a következő generációt az Ötvös Loránd Tudomány Egyetemen. Minden, ami filozófiában történt azóta, az mondjuk Lukács György köpenyéből jött elő. Azok, akik olvasták és olvassák, ezt pontosan értik,
és értékelik is. Hozzáteszem, hogy akik a szobornak a lebontásán dolgoznak, azok bizonyára feltétlenül egyetlen sort nem olvastak Lukástól, mert hiszen a műveletlenség manapság erénynek számít, mondtam, kitüntetésnek számít, és a kultúra bűnnek számít, attól lehetőleg meg kell szabadulni, mert a kultúra valami olyan, amelyik nem szereti soha hatalmat, ennek mindig ellenhatalmat képvisel. És ez igaz. A kultúra bizony pedig mindig ellenhatalom, és az a jó hatalmak megosztásában, hogy ilyen ellenhatalom létezik. Ha ezt az ellenhatalmat eliminálják, szimbolikusan, mert ez csak szimbólum, szimbolikusan eliminálják, akkor ezzel a társadalomnak a büszkeségét pusztítják el. Még egyet, Lukács György magyar filozófus volt, bár nagyon sokat németül írt. Fiatal korában minden magyar jelenségről beszélt. Beszélt, mondom, írt Kosztolányiról, írt Babicsról, Adiról igen sokat írt, írt a Nyolcakról, írt Móricról, írt Kafka Margitról. Az egész magyar kultúrán értelmezte abban az időben. Magyar filozófusként bontjuk le most a szobrát. Akik a nemzeti büszkeségről beszélnek, azok fogalmuk nincs arról, hogy mire lehet büszke egy nemzet. Mondjuk Németországgal példálozom. De Lukácsnak az is bűne volt, hogy marxista volt. Nem csak Berlinben, Marx Károlynak két utcája, vagy útja van. Nagyon sok városban van útja. Van archívuma, van múzeuma. Mindenütt tiszteletben tartják. Engelsnek Bécsben is van egy utcája, vagy tere. Ugye kérem szépen, tudják, a németek tudják azt, mert megtanulták, hogy Marx Károly német filozofus volt, és ezért németet, mi németet is dicsőítik, fenntartják, művelik, és hát mondjuk intézményeket tartanak fel. Lukács György magyar filozófus volt, de úgy látszik a magyar kormányzatnak, magyar kultúrának, a magyar filozófiának nincs szüksége. Lukács Györgyre nincs szüksége, a kultúrára nem büszke, és semmire nincs szüksége, ami gondolkodással függ össze. Tehát ez egy szimbolikus tett. Lukács György szobra nem csak Lukács György szobra, hanem a gondolkodás szobra is. Az ő szobrával együtt a gondolkodást pusztítják el a kormányzat, nem csak Budapest főváros, hanem a kormányzat maga kijelenti, hogy kultúrára, gondolkodásra egyáltalán nincs szükség. Ha nem gondolkozunk, akkor papagájok vagyunk, akkor csak papagájként ismételjük azt, amit nekünk mondanak, és mi sem hasznosabb ennek a kormányzatnak, és ebben a pillanatban egy Budapestnek is, mint azt, hogy papagájoként utánuk mondjuk azt, amit akarnak. Zsuzsa már hivatkozott arra, hogy az olimpia esetében megtart ez a szellem, alól felléptek fiatal emberek, akik nem veszik lelkükre azt a koncepciót, hogy minden szabad gondolatot le kell törni, és mondjuk legalább háttérbe kell szorítani. Önök közül nem is a fiatal és sok idősebb ember van, az idősek is álljanak be ebbe a sorba. Az idősek, akik itt vannak, már beálltak ebbe a sorba, de gondolom azok, akik nincsenek itt, azok még mindig beállhatnak abba a sorba, és visszaszerezhetik a gondolkodás szabadságát. Egyszer valamikor egy Don Carlos színű drámában egy Póza Márki nevű úr odafordult a királyhoz, és azt mondta neki, adja vissza nekünk a gondolkodás szabadságát. Mi nem fordulunk királyokhoz, ne királyok adják nekünk vissza a gondolkodás szabadságát. Mi gondolkozunk szabadon, és ha már szabadon gondolkozunk, már ezzel a gesztussal is visszanyertünk a gondolkodás szabadságát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Gárgos András. Köszönöm szépen. Hát nehéz Heller Ágnes után Lukács Győrről beszélni. Éppen ezért papírt tartok a kezemben, hogy nehogy eltévedjek az erdő sűrűjében. Annyit azért talán mondhatok, hogy azért szólalok én itt meg, mert én egyike vagyok azoknak az utolsó monokánoknak, akik még a Lukács archívumhoz tartoznak, félig meddig így a
nyugdíjtájékán, tehát mondjuk, hogy a Lukács Arrhenium szólal meg valamilyen módon. Az írásomnak az a címe, hogy a racionális mag. És van egy motto, ezt Mesterházi Miklós barátomtól van, ez úgy szól, hogy fel a kezekkel Lukács Györgytől. Lukács György pedagógiai szokásaihoz tartozott, hogy amikor valaki a szemináriumán meghozzászólt, akkor kivétel nélkül mindenkinek azt mondta, abban, amit maga mond, van egy racionális mag. És utána maga Lukács bontotta ki azt a racionális magot, melynek ugyan adott esetben semmi köze nem volt a kollega felszólalásához, viszont kivétel nélkül mindenki úgy érezhette, hogy biztosan nagyon okosat mondott, hiszen a professzor úr legalább egy racionális magot talált a hozzászólásában. Hogy az alábbiakban tárgyalandó eseményben van-e racionális mag, azt majd eldöntik önök. Történt ugyanis, hogy a fővárosi közgyűlés a néppártá átvedlett Jobbik javaslatára Lukács György szobrát száműzi a Szent István parkból, hogy helyére a park névadójának szobrát emelje idővel. Előjáróban leszögezem, hogy nem fogom követni a manapság igen divatossá vált módszertani eljárást, nem kezdem mentegetni Lukácsot, hogy voltak éppen nem is volt gyilkos 19-ben, noha részt vett a tizedelésben, ám de viszont a románok éppen Pestet akarták bevenni, így módon a szétfutott század megfegyelmezése, ha még oly drasztikus módon is, de honvédelemnek minősül, továbbá nem fogom felemlegetni, hogy Lukács, mint politikai biztos, semmiféle kivégzési parancsot nem írt alá, nem fogom elmondani, hogy maga Lukács javasolta eldobni azt a két cédulát, amelyre további 22 ember neve volt fölírva más századokból. Azt sem mesélem el, hogy magát a 6 embert, akit állítólag kivégeztek, nem találták utána, mármint a hullájukat. Imígyen nincsen bizonyítéka a haláluknak, annyit fogok csak mondani, hogy aki ki akar jönni a gyűlölködés emberemésztő puklából, az például olvassa el Lengyel Andrásnak a Forrásban megjelent tanulmányát. Nem, mindezt nem mondom el, és azt sem fogom elmondani, hogy Lukácsnak kommunista fordulata után mennyi konfliktusa volt a párttal, sőt azt sem, hogy emigrációja után 45 és 49 között bizonyosan ideológusa volt a pártnak, sőt azt sem, hogy ezután egy második Rajpert akartak a nyakába akasztani, valamint azt sem, hogy a Nagy Imre kormány tagjaként Romániába deportálták, sőt azt sem, hogy hazatérte után sohasem lett a Kádár rendszer főideológusa. Nem, mindezt nem mondom el. Messzebből indulunk, hogy közelebb érjünk. Egy idézet következik. Az emlékezeti konstrukciók a 19. és a 20. századi helyzettel éles ellentétben elveszítették magától értetődő voltukat, és ezzel együtt ártatlanságukat is. Ma el kell viselniük a tudományos szakértelem kritikai fényét és a nemzetközi összehasonlításokat, írta Alajda Aszman, a számunkra is sokat mondó Rossz közérzet az emlékezet kultúrában című könyvében, amihez csak annyit tennék hozzá, hogy a kritikai fény és a nemzetközi összehasonlítás mellé felzárkózott a gyűlölet emlékezet jó közérzete is. Miközben mindennek Lukács szobrához? Csak annyi, hogy az emlékezeti evidenciák megszűnésével az emlékezet kultúráját felváltotta az emlékezet gyűlölet politikája, ami viszont megakadályozza azt a kritikai vizsgálódást és kutatást, amelyet Aszman éppen javasol. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központja kiküldött egy történészbizottságot, hogy a kormány felkérésére vizsgálja meg, kiről lehet elnevezni utcát és közteret, és kiknek a neve vált nem kívánatossá e tárgykörben. Mielőtt ebből az állásfoglalásból idézném a Lukács Györgyre vonatkozó egy részletét, le kell szögezni. Szoborra, föstményre és egyéb emlékezett kulturális objektumokra nem vonatkozik az a törvény, amelynek alkalmazásához az MTA tanácsát kikérték. Tehát, idézett az MTA jelentéséből. A 2011. évi X-edik törvény 14. paragrafus második bekezdése szerint
közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi rendszerek megalapodásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, s mivel Lukács György kétségtelenül részt vett a kommunista rendszer megalapodásában, kiépítésében és fenntartásában, a törvény erejénél fogva Lukács Györgyről közterület nem nevezhető el. Ez a szakvélemény nem vonatkozik, hogy tudósi kvalitásai alapján nevezhető-e el utca Lukács Györgyről. Így pusztán a törvényi tényállásból és a Lukács György élettörténetéből adódó konklúziót fogalmaztuk meg mindenféle tudományos mérlegelés nélkül. Eddig az akadémia idézete. Na már most. Az, hogy egy szobor nem utca és nem közterület, talán mélyebb átvilágítás nélkül is belátható, talán még akadémikusnak se kell lenni hozzá. Továbbá, megalapozás, kiépítés és fenntartás tárgyában még abban az esetben is széles körű vitát kellene lefolytatni, ha elfogadjuk azt a képtelenséget, hogy egy világhírű tudós esetében az MTA bizottsága a tudományos tevékenységet nem vizsgálja, amikor állást foglal arról, hogy lehet-e utcája az illető világhírű egyénnek. De ettől nem lehet eltekinteni. Az MTA csak akkor illetékes efféle kérdésekben, ha magának a törvénynek a megalkotásában is részt vesz, vagy ha tudományos és nem politikai kérdésben kérik ki a véleményét. De akárhogyan is, Lukács György szobrának az ég egy adta világán semmi köze ehhez a törvényhez. Amiről szó van, a kritikai hagyomány és a nagyság elismerésének hiánya egyfelől, és egy manipulált gyűlöletkultúra kialakítása másfelől. A gyűlölködőknek nem mondom, hogy inkább olvasni kéne. Azoknak viszont, akiket érdekel, hogy a fiatalkori zseniális művektől milyen út vezet mondjuk az öregkori főművig, az esztétikum sajátosságáig, nos, azokat arra biztatnám, hogy a gyűlölködés emlékezett politikája helyett az olvasás és az elemzés intellektuális és etikai élvezetében részesüljenek, éppen azért, hogy valóságos és autonóm módon tudjanak viszonyulni Lukács Györgyhöz. A fővárosi közgyűlésnek viszont mondom, vonja vissza ezt a döntést. S ha ez megtörténik, akkor rossz közérzetünk az emlékezet kultúrában egy fokkal csökken, és nekiláthatunk az emlékezet és a hagyomány kritikai vizsgálatának, hogy egyszer majd eljussunk ahhoz a bizonyos racionális maghoz, sőt a racionális mag racionalitásához. Utóirat. Marx szobrát a Corvinus Egyetem aulájából egy földszinti raktárba száműzték, ahol egy héten egyszer egy órára meg lehet tekinteni. Kulcsa fortán. Ez pontosan ugyanakkora abszurdum és botrány, mint most Lukács szobrának az eltávolítása. A zsenialitást és a jelentőséget nem lehet adminisztratív eszközökkel betiltani. Lehet ideig, óráig szertárakba száműzni a szobrukat, de Marxot és Lukácsot akkor is fogják olvasni, vitatni és elemezni, mikor onnan az adminisztratív intézkedések meghozóit már belepte a feledés pora. A még mindig kétkedőknek házi feladat. Keressék ki Lukács életművéből, mit mondott a filozófus a síkság elefántjáról és a Himalája nyusziáról. Ha ezt a hermeneutikai problémát megoldották, akkor meg gondolkozzanak el azon, hogy Bartók Béla a Tanácsköztársaság zenei direktóriumának a tagja volt. És akkor reszkessen a Bartók Béla út, és reszkessen Nagy Imre tere és szobra is. Köszönöm szépen! Ezután a gyönyörű beszéd után Demszky Gábort hallgassátok szeretettel. Tisztelettel köszöntöm Heller Ágnest, a rendezvény szónokait és valamennyi őtöket. A Szent István Parkot annak idején, amikor elosztották Budapest közterületeit okosan a kerületek és a főváros között,
a főváros kapta meg. Ilyen módon a főváros is újította meg a parkot, akkor került ide erre a helyre Lukács Györgynek a szobra. Ez az az idő, amikor Raoul Wallenberget rehabilitáljuk, amikor az emlékművét Debrecenből Budapestre szállítjuk, és ugyancsak itt a felújított parkba elhelyezzük. Ezen a héten érdekes tárgyalás zajlott. Tóth József, a 13. kerület polgármestere, hallottuk már, azt kérte Budapest jelenlegi főpolgármesterétől, hogy a szobrot ő elhelyezné más közterületen, tehát adja át a közpénzből épült köztéri szobrot a főváros a kerületnek. Most a válasz az volt, hogy nem. Ez a válasz érdekes, mert én azt gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy a fővárosnak tervei vannak a szoborral. Mi lehet ez a terv, hogyha más közterületen nem lehet felállítani a szobrot? A szobrot beolvaszthatják, eldughatják, szoborparkba vihetik. Valamennyi eljárás az én számomra felidézi a kulturális forradalom gyakorlatát. A bolsevizmus gyakorlatát. Heller Ágnes utalt már itt a sztálinizmusra. Én egy másik forrást találtam, és érdekes, mert ez Lukács Györgynek egy számomra nagyon fontos, a kommunista időkben ritkán, vagy egyáltalán nem idézett, elhallgatott írása. Sokat gondolkoztam a 80-as években, amikor számizdat írásokat adtam ki, és amikor klasszikusokat is kiadtunk, hogy kiadjuk-e újra ezt az írás számizdatban. Ennek az a címe, hogy a bolsevizmus, mint erkölcsi probléma. 1918-ban írta Lukács ezt az eszét, akkor, amikor világossá vált, hogy az első világháborúval összeomlott egy világrend, és megnyílt a tér egy új világ felépítése felé. És ekkor kínálkozott többféle módszer. Egy demokratikus világrend megteremtésének a lehetősége merült fel, de ez volt az az idő, amikor a bolsevikok számos helyen megpróbálták, és volt, ahol sikerrel, a forradalmi terror eszközeivel magukhoz ragadni a hatalmat. Ezt a forradalmi terrort egészében utasította el ebben az írásában, korai írásában, még egyszer mondom, 18-ban, Lukács György. És az érvelése nagyon érdekes. Ő ugyanis nem a terrort önmagában, és a bolsevizmust utasítja el, hanem azt mondja, hogy a rosszból nem származhatik jó, mert nem szabad hazugság által utat törni az igazság felé, mert mire oda jutunk, hogy végre kimondhassuk az igazságot, magunk is hazug emberré válunk. Aki hiába mond igazat, soha nem lehet tudni, hogy igazat beszél-e. Raskolnikovot idézi Lukács, nem hazudhatjuk keresztül magunkat mindenen, hogy eljussunk az igazságig. Lukács ebben az eszéjében, amit később egyébként megtagadott, a proletáriátus osztály uralmát is egészében elítélte és elvetette. Azt írja róla, hogy a természeténél fogva ez a legkíméletlenebb osztályuralom. És mit állít ezzel szemben? Tulajdonképpen ezért kezdtem bele ebbe az egész bolsevizmus, mint erkölcsi probléma kérdésnek a kifejtésébe. Azt mondja, idézem Lukács György, 1918, bolsevizmus, mint erkölcsi probléma. A demokrácia csak ember feletti lemondást és önfeláldozást követel azoktól, akik tudatosan és becsületesen
végig akarják csinálni. De ha talán emberfeletti lemondást is követel, nem megoldhatatlan. Mint a bolsevizmus, mint erkölcsi probléma. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen az előadóknak, és szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, vagy esetleg mondani valója. Szeretné a Lukásról pár szót mondani? Nem szeretnék Lukásról mondani pár szót. Fantasztikus elmék tudnak megvédeni Lukácsot. Én nagyon szeretném megvédeni a városunkat. És elmondok egy egészen nem idevágó példát. Évekig lapultam, és soha nem szóltam csak a konyhában, amikor a klubrádióban mondtak, hogy dicsérték a kedves bolgár urat, a betelefonálók, hogy maguk az egyetlen, maguk a demokrácia vára, stb. Kedves bolgár úr, és eközben egy fantasztikus műsor ment a Kossuth Rádióba, gondolatjel, amit mi minden reggel hallgattuk, azt Szénási vezette különben akkoriban, és nem telefonáltam bolgár úrnak, mert én iszonyúan féltettem ezt a műsort. Úgy gondoltam, hogy ha szólok, akkor biztos megtalálódik valami szemét, aki majd ezt elintézi. Ezért lapultam. És ugyanúgy voltam én a Lukács szoborral is. Értitek egyébként, hogy miről van szó? A Szénásit úgyis kirúgtak, és a gondolatjel most olyan, amilyen. Úgyhogy nem sikerült megvédenem. Lukácsról, amikor visszakerült ide a Szent István Parkba, folyton bosszankodtam, hogy nem ide került, ahol volt, nem olyan jó, ahogy volt. Meg van egy fantasztikus történetem róla, csak nem tudom, hogy szabad elmesélnem. Elmondjam, vagy nem mondjam el? Mondjam! Szabad? Nem, a Gábort kérdezem. Egy fantasztikus történet, és ez is egy olyan történet, amiről évezredekig lapulok, mert iszonyúan féltettem Lukácsot. Mert szerintem, ha leborotválják a leggyönyörűbb szobra itt a Pestnek, akkor unalmas, az egész egy ilyen ideológiai harcá válik. Egy ilyen fekete-fehér, egy ilyen semmilyen. Én a szoborparkot se csináltam volna. Sőt, én meg a gömböst is hagyhattam volna a helyébe. Legfeljebb, ahogy a Rényi András mondja, keretbe helyeztem volna. Kommentáltam volna valahogy. Ledöntötték ezeket a szobrokat. Világos, ha jön a nép, ledönti, letöri a kis ujját, mint a Sztálinnak, akkor nincs mit tenni. De addig nem nyúltam volna hozzá. Mert a városnak, az országnak úgy marad meg a története, ha helyén maradnak a szobrok. A Marx, a fantasztikus Vargának az összes szobrait úgy külön-külön megsírattam. Varga most 93 éves. Tudom, hogy össze-vissza beszélek. Én a Varga védelmébe szólnék. Az ember, amikor a rendszer szobrásza, akkor egy kicsit idomul, egy kicsit figyisz mutat a zsebébe, és gyönyörű, metaforikus, fantasztikus szobrokat csinál. A Kun Béla szobra nem a Kun Béla dicsőítése, hanem a forradalmat mutat olyannak, amilyennek a Varga. Nem hiszem, hogy a forradalomnak a híve volt. De el lehet vinni az iskolásokat olyan iskolából is, így mesélni róla, és az elleniskolából el lehet vinni az iskolásokat is elmondani, de hagyjatok békén a városunkat. Akkor most elmondom egy szobrot, egy történetet. Egész véletlenül egyszer életemben megvédtem már Lukácsot. Nem emlékszem, hányban újítottak Szent István Parkot. 96 körül, 98. Csak emlékszem, hogy a barátnőm kisfia, aki most egyetemista, végzős talán, óvodás volt. Annyit emlékszem, hogy akkoriban újítottak Szent István Parkot, és előtte, amikor itt folytak a munkálatok, akkor elvitték a Lukácsot, és csak nem hoztak vissza, és csak nem hoztak vissza, és már egészen gyönyörű volt a terep, és már úgy
kerítés lett, meg ilyen gyári kapu, de csak nem hoztak vissza Lukácsot. Egyszer indulok hazulról, és látom itt egy hatalmas mérges tömeg, körülvesz két gyönyörű férfiút, és veszekszenek velük. Azok a kutyás csajok voltak, mert ki volt írva. Jó, mindjárt. Ne mondjam el. Szóval a kutyások nekiestek a két férfiúnak, aki közelebbről nézve Demszky Gábor volt, és a helyettese valószínűleg. Hogy szabad, és akkor látom, hogy úgyis mindjárt megeszik, jó, akkor én is beledobom a magam 10 fillérét, és oda átvergődtem a tömegen, odaálltam elébe, és azt kérdeztem, hogy és Lukácsot mikor hozzák vissza? Akkor a Gábor kérdezte, milyen Lukácsot? Azt mondja, mindjárt hozzák a Wallenberg szobrot. Arra én kérdeztem, milyen Wallenberger? Mert nekem ugyan Lilla Dunston nem volt, hogy itt 49-ben valaha is volt Wallenberg szobor is. Hát nem kötelező tudni, hogy a Szent István Parkban éppen bujkál egy Lukács szobor. Ja, és akkor nagyon gyorsan tisztáztunk, miről van szó, és amikor eltelt egy pár hét, és akkor itt jelent meg a Lukács. És iszonyúan boldog voltam. Lényegében vagy 10 év múlva olyan érzésem volt, hogy talán egy kicsit segített ez a beszélgetés, mert szerintem már akkor is akartak valahova Sunyiba vinni, és el is vitték volna. Hurrá! Na, minden esetre nem mondtam soha, hogy rossz helyre tették, hogy medence szélén volt, és víz volt alatta, és hogy talán a Vargától kéne megkérdezni, hogy a megújított parkba hogyan tegyék vissza. De ugyanúgy lapultam, mint a gondolat jellel. Mindjárt befejezem, mert féltem, hogyha megmondom, hogy itt van egy Lukács szobor, akkor mindjárt valamilyen ideológusa a rendszernek neki esik, és nem lesz Lukács. Hát most megette a fene, mint a gondolat jellel. Bocsánat, hogy hosszú voltam. Köszönjük szépen! Ha még valaki szeretne valamit mondani, de kérem olyan 10 percben maximum. Demszky Gábor, te mondtál valami szobor őrséget, vagy szoborvédést, hogy az mire gondoltál? Én arra gondoltam, hogy jó volna valamiféle társadalmi bizottságot létrehozni, amiben van 2-3-4 ember, vagy 5 szóvívővel, hogy ne kelljen minden nap másoknak nyilatkozva össze-vissza beszélni ebben az ügyben, hogy világos célokat fogalmazzunk meg. Szerintem meg kell vitatni például azt, hogy elfogadjuk-e, hogy más 13. kerületi helyszínre kerüljön a szobor, hogy ilyenfajta kérdésekben például állást kellene foglalni. Tehát én, de úgy gondolom, hogy Heller Ágnes nélkül ez nem működik, gondoltam, hogy hát ha ő, igen. Magyar Tudományos Akadémiáról, de hozzá kell tennem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia második osztálya a tegnap előtti ülésen 85%-a, a szavazatok 85%-ával megszavazta, hogy Lukács Györgyöt mindent el lehet nevezni, és tudományos munkásságát ezzel méltatta. Ez az akadémia második osztálya föl lett küldve az akadémia elnökének, most nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa ennek a döntésnek, ez a mi osztály, történettudományi osztály döntése, hogy mi lesz az elnökségben, azt nem tudjuk, de amikor az akadémiáról szóval azért ez hozzá kellett tenni a eddigi információkhoz. Akkor még egyszer megkérdem, hogy van-e valakinek valami kérdése, ötlete, fájdalma, stb.
senki. Semmi, csak azt gondolom, hogy megint a kerület lakóinak a feje fölött akarnak intézkedni, hasonlóképpen, mint az olimpia ügyében, lehet, hogy meg kéne kérdezni az itt élő embereket, hogy akarják-e, hogy maradjon ez a szobor, és ha az a válasz nagy többségben, hogy igen, akkor igenis maradjon, mert el kéne kezdeni gyakorolni a demokráciát itt a kerületben is. Köszönöm. Azt hiszem, erről a rendezvényről tudott a kerületi polgármester, eljött? Látjátok? Én sem látom. Bár nem is, hogy a kerületi polgármester. Tóth József? Nincs. Akkor köszönjük szépen a jelenlétet most már tényleg. Most ennek itt vége. Az akadémia részéről viszont többen itt voltak. Nekik is köszönjük! Most